33. alkalommal hirdette meg a Magyar Diák Sport Szövetség az ország valamennyi általános és középiskolájában a diákolimpiát. Az elmúlt évek dabasi sikerei után a kézilabda sportágban ismét elindult a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola csapata. Igazgató úr, miért nagy dicsőség ez most, hogy végül is ideig eljutott a Kossuth Zsuzsa csapata? Több tényezője is van ennek. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy mi nem sportiskola vagyunk, és azért a csapatok között van olyan intézmény is, ahol emelt óraszámban oktatják a testnevelést, készítik fel őket. Egyrészt ez a jelentősége, másrészt valahol ez történelmi, mivel először van arra példa, hogy iskolánk bejutott a kézilabda országos elődöntőjébe. Tehát azt gondolom, hogy ez a két tényező már önmagában, és a harmadik talán legfontosabb pont, hogy Dabason kerül megrendezésre, és az Érdi Szakképzési Centrum szervezésében a Dabasi Tagintézmény rendezheti meg. Azt is ki kell emelnem, hogy az Érdi Szakképzési Centrum az első pillanattól kezdve támogatta a rendezvény, mint anyagilag, mint pedig szakmailag, illetve munkájával segítette. Fontos is volt, mert nagyon utolsó percben kezdtük el szervezni azt a felkérést, december elején kaptuk, hogy még itt a karácsonyi ünnepek előtt kerüljön megrendezésre a mérkőzés, tehát meglehetősen rövid időnk volt az előkészületekre. A megmérettetések már a tanév elején megkezdődtek a diákok számára. Az országos elődöntőben a házigazda Dabasi csapat mellett Békés Csabáról, Sárospatakról és Budapestről érkeztek játékosok. Október folyamán kezdődött, október végén. Első körben itt játszottunk a Dabasi gimnáziumban, rendezték meg a megyei selejtezőt, ahonnan most szerencsésen mi jutottunk tovább első helyen, így bekerültünk a megyei döntőbe, amit Dunakeszin rendeztek. Ott is első helyen végzett csapatunk, úgyhogy nagy örömünkre szolgált, amikor felkértek minket, hogy az országos elődöntőt rendezzük meg itt Dabason. És akkor itt most eldől, hogy ki lesz a... Itt most úgy dől el, hogy csak az első helyezett jut be az országosra, igen. Mennyit edzenek ezek a gyerekek, vagy mennyit tud foglalkozni velük? Hát a gyerekekkel igazság szerint mi egy pár alkalmatra hívtuk őket össze az órák keretében, elkértük őket. Ők nagyon, én úgy tudom, 6, akár 7 edzésük is van egy héten. Ugye a csapatunknak a döntő többsége, sőt igazság szerint mindenki innen a Dabasi Kézilabda Egyesületből játszik. Úgyhogy nagyon edzettségre nekünk nem kellett inkább összeszokni, mert ugye különböző korcsoportban játszanak, úgyhogy ők nem egy csapatból valóak, úgyhogy egy kis összeszoktatásra csináltunk nekik edzéseket. Városi szinten is nagy a versengés a csapatok között. Az elmúlt évben a Táncsis Mihály gimnázium diákjai értek el szép sikereket, ezért nagy öröm a szakképzőiskola számára, hogy 2019-ben felül tudták múlni a gimnazistákat. Most így visszatérünk az iskola keretei közé, mennyire nehéz nőként testnevelő tanárnak lenni egy ilyen szakképzőiskolában, ahol rengeteg fiú van és rengeteg magabiztos fiú van. Hát, igen, kell egy kiállás hozzájuk, de szerencsére nem, nekem legalábbis nem jelent gondot elfogadtatnom magam velük. Úgyhogy nincs gond. Sok sikert kívánunk, és akkor milyen eredményt vár? Hát az álmaink azok nagyok, úgyhogy szeretnénk az első helyen végezni. Igazgató úr, milyen eredménnyel lenne elégedett? Hát nyilván nem mondtam a megnyitóban azt, hogy szurkolok, de elfogult vagyok. De a kollégáknak is azt mondtam, hogy a részvétel a fontos. Tehát bármilyen eredmény születik, így azt gondolom, hogy ez karácsony előtt egy külön ajándék, hogy itt lehetünk, megszervezhettük. A döntőjátszmában végül 26-34-re maradt alul a szakképzőiskola, így a feljutás nem sikerült a fiúknak. Pest megyei szinten azonban első helyen végzett a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola.